négy mélyekevágással tönkretették. Mikor megláttuk, nagyon elkeseredtünk, azt hittük, nem játszhatjuk le, tehát elveszítjük az aznapi meccset. Megpróbáljuk rendbehozni, de nem hiszem, hogy olyan lesz valaha, mint azelőtt, mondta az egyik játékos. Noha egyenlőre ismeretlen tettesek ellen folyik a vizsgálat, a helyiek biztosak benne, hogy a másik falubéli csapat bosszújáról van szó. Tudjuk, hogy falubéliek voltak, ők is szerettek volna focizni, de a polgármesteri hivatal nem finanszírozta a csapatukat. Ellenben a miénkkel, amelyiknek személyesen segítettem. Mezeket vettünk, fizetjük a játékosokat, egyre jobb eredményeink vannak, vezetjük is az ötödosztályos bajnokságot, részletezte Liviu Nestase. Csiresu, azaz Cseresznyés alpolgármestere szerint a rendőrségi nyomozás helyi összefonódások miatt halad lassabban a kelleténél, de részleteket már nem akart elárulni. A klub főtámogatója reméli, hogy egy-két héten belül sikerül önerőből helyreállítaniuk a pályát, amit az incidens előtt a környék legjobbjaként tartottak számon. A focisták stábunknak elmondták, hiába tudja mindenki a környéken, hogy kiszántotta fel a focipályájukat, a rendőrség eddig nem tett semmit az ügyben. A Duna Televíziót Stanik Bence tudósította Cseresznyésről.